Nagyon izgalmas, érdekes hétvége áll előttünk. Múzeumok éjszakája rendezvény sorozat lesz a megyében, Egerben és 60-ban. Ez már egy pár év óta hagyomány. Most bővülnek a kapcsolatok, bővülnek a lehetőségek a rendezvény sorozatba. Hallgassák meg a rendezőket, hogy mit mondanak nekünk erről, mire lesz érdemes odafigyelnünk péntek este, szombat éjjel. Milyen múltra tekint vissza, és tulajdonképpen milyen igény hívta életre, milyen szándék keltette életre ezt a Múzeumok éjszakája sorozatot? Idén negyedik alkalommal rendezik meg Magyarországon ezt a nyári napfordulóhoz kapcsolódó jeles ünnepet. Hiszen, és a múzeumok ehhez úgy csatlakoznak, hogy egy jó pár év óta a múzeumok már rájöttek arra, hogy a látogatókat az élményszerű, különleges dolgok érdeklik, és nem elégednek meg csak az, hogy megnézenek egy kiállítást a nyitvatartás időbe. Ezért jó alkalom egy ilyen hosszú éjszaka, múzeumok éjszakája, hogy a látogatók éjfélig legalább, de vannak múzeumok, ahol ettől hosszabb ideig nyugodt körülmények között kiállítást nézhetnek, és hozzá kapcsolódóan olyan programokon vesznek részt, amelyek minden múzeum adottságaihoz, lehetőségeihez alkalmazkodva valami különlegeset, valami egyedit kívánnak. És azt gondolom, hogy az Egerben, a Dobó István Vármúzeumban mindig tudunk valami újdonságot nyújtani. Megnyitjuk ilyenkor a kazamatákat, megjelenik a tűz, a tűzi játék a várban, és idén pedig egy olyan különlegességgel rukkoltunk elő, amelyet a Miskolci Herman Otto Múzeummal közösen találtunk ki, hogy kicserélünk egy-egy nagyon értékes műtárgyat. Mi egy csontvárit fogadunk, Csontvári öreg halász című festményét, ők pedig tőlünk egy éjszakára kikölcsönözték az egyik képtárnak az egyik legismertebb, leghíresebb képét, Terbruggen Pipára gyújtó fiúk című alkotását. Egerben több helyszín lesz, a Megyeházán is lesz, és Várban vagy Vármúzeumban? A Várban és a Vármúzeumban, mert ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kettő szervesen összekapcsolódik. Éppen jövőre lesz 50 éve annak, hogy a Dobó István Múzeum a városból, a jelenleg üresen álló Butler-házból fölköltözött a Várba, amelyikből 50 évvel ezelőtt költözött ki a katonaság, és ahogy egy elődöm, Bakó Ferenc említette, akkor nagyon komoly viták voltak arról, hogy mi legyen a Várban. Fölvetődött az, hogy milyen alkalmasak lennének a föld alatti kazamaták zöldségraktáraknak. Hála Istennek megalakult 50 évvel ezelőtt az Egervára barátainak köre civil szervezet, amelyik nagyon jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy múzeum költözhetett a Várba, és azóta az 50 év alatt több mint 20 millió látogató hazai és külföldi vendég kereste föl a múzeum kiállításait, és nézte meg a történelmi emlékhelyet, amely a hazafiság és a hősies helytállás szimbóluma. Tehát én azt gondolom, hogy ez az objektum, és a benne működő múzeum szerves egységet képez, ennek a jövőben is így kell maradni, mert akkor teljesítheti azt a turisztikai vonzerejét, járulhat hozzá a hazafiság ébrentartásához, amelyet 50 éven keresztül végzett. A Megyeháza patinás épülete milyen értékkel tud hozzájárulni a múzeum éjszakájához, hiszen először kapcsolódnak be a rendezvénybe? Így van, először kapcsolódunk be a rendezvénybe, ez egy újdonság is lesz. Hát mivel tudunk bekapcsolni, milyen értékeket? Önmaga az épület, ami egy nagy érték. Tavaly évvégén ünnepeltük egy félig meddig egy kis tudományos konferenciát szerveztünk a Megyeháza létesítésének 250. évfordulója alkalmából. Ezen a rendezvényen visszatekintés történt az építés konkrét körülményeire, Barkóczi püspök konkrét szerepére. Előadás hangzott el például a megyerendszerről, múltjáról, jelenéről, és hát remélhetőleg a jövőjéről is szó volt. És egy nagyon érdekes előadást tartott Seregély érsek úr az egyháznak a hatalomban és a szolgálatban való részvételéről. Ezen túlmenően itt, ahol most is vagyunk, a Megyeháza díszterme lesz a
mondjuk a centrum hely, a központi helye. Itt a négy püspök portré, a négy püspök képnek a megmutatását, a nagy közönség elé tárását szeretnénk. Ezt a négy képet 3 évvel ezelőtt állami önkormányzati támogatással sikerült restaurálni. A Vármúzeum őrizte sokáig, aztán mintegy 25 millió forintos forrásból sikerült ebben az állapotba hozni, ahogy most majd a remélhetőleg minél többen látják. Hagyományosan a fazolakapu tekinthető meg, és ugye a régi börtönépületbe kialakult sportmúzeum is megnyitja a kapuit, és a nagy közönség a sportrelikviákkal is megismerkedhet. Nem csak Eger, hanem Heves megye is kapcsolódik ehhez a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz. Hol, melyik múzeum tud bekapcsolódni programmal? Egeren kívül 60 városában a 60-i Lajos Múzeum kapcsolódik, bár nem 23-án, hanem egy nappal korábban 22-én van náluk a Múzeumok Éjszakája. Hát a hagyományok úgy kívánják, minden városban megvannak azok a kulturális hagyományok, hogy így mondjam, ami a múzeumokhoz kapcsolódó körnek az idejébe beleférnek, és hát ők ezt figyelembe véve egy nappal korábban rendezik az eseményt. Attól is Lajos Múzeumban Lesznai Anna emlékkiállítás nyílik 22-én 18 órától, és a kiállításhoz kötődően, illetve azt követően egészen évfélig lesznek programok. A helyi iskolák diákjai, zeneiskola diákjai lépnek föl, és hát koncertre is sor kerül. A Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen rendezi ezt a kiállítást a múzeum, így a két múzeum kiadványairól is beszélgetések, természetesen ezek meg is vásárolhatók lennek, illetve a szerzőkkel lehet találkozni ezen az estén. Meghitt hangulatban, sütemény, teja kíséretében. És hát én úgy gondolom, hogy a 60-i Lajos Múzeumban is egy éjszaka a múzeumi tárgyak között legalább olyan különleges, mint Egerben. Az érzékelhető, hogy a hagyományostól egy kicsit eltérő programokat igyekeznek bedobni erre a programra. Egerben milyen kuriózumokra hívná fel esetleg a figyelmet? Hát mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy különleges programokat keresünk természetesen mindig, de itt ugye Múzeumok Éjszakáról van szó, tehát különösen figyelünk arra, hogy a műtárgyak, a múzeumok alapfeladatát jelentő, a műtárgyak megőrzését tartjuk ugye alapfeladatunknak, tehát hogy a programok ehhez kötődjenek elsősorban. Más alkalommal, amikor a turizmusnak, vagy éppen az építménynek, a várnak alkalmából, apropójából rendezünk programokat, egészen másra funkcionálunk, mint ilyenkor. A műtárgyak közül Csontváry festményének az érkezése mindenképpen kuriózum, de a világ fegyverei, a fegyverek világa kiállítást is a gyűjtő szemével egy rendhagyó tárlatvezetés keretében mutatjuk be ezen az éjszakán, ahol tárgyakat is hoz még a gyűjtő, ezekről külön lehet beszélni, meg lehet őket fogni, illetve a 20. században a 10-es Honvéd gyalogezred hagyományait képviselő új egri egyesület is bemutatkozik ezen a tárlatvezetésen. Közel van a program a Szent Iványéhez, amelyhez hagyományok kötődnek, kapcsolódnak ehhez is. Nagyon érdekes dolog, hogy ez Magyarországon így alakult. Mi inkább az angol száz terület Szent Iványéhez kötődő múzeumi éjszakáját vettük át. Központilag 4 évvel ezelőtt került be így a program a köztudatban, nem mindenütt van ez így. Franciaországban a múzeumok múzeumi világnap környékén az ahhoz közeleső hétvégén rendezik ezeket a programokat. Tehát május 18 a múzeumi világnap, tehát egy-két napon belül vannak például Párizsban, a Louvre-ban, aki hallott ezekről, fergeteges programok, és a környező országokban is, akik hát ugye közelebb állnak, vagy közelebb tartják magukat a francia kultúrának, ezt tartják követendőbbnek, Szlovákiában, Romániában is, például ezen a napon vannak a múzeum éjszaka programjai. Nemrégiben, hogyha ezt elmondhatom röviden, Csehországba jártam kint például májusban egy ilyen múzeum éjszaka programján, május végén, ott egy kastélyban elevenedett meg a kastély középkori mindennapjai, a szalonok világa, a zeneteremnek a világa, tehát egy nagyon hangulatos élmény volt. Nagyon sok mindenben közös úton haladunk a cseh muzeológus kollégákkal.